A bűnügyi technikus a szilikon 6-7 perces kötési idejét kihasználva megvizsgálja a páncélszekrény szétvágott hátlemezét, és az azon észlelt eszköznyomokat korrózió gátló akrilánlakkal fújja be. A megszilárdult, rugalmas öntvény a nyomból óvatosan kiemelhető. A páncélszekrényből kihullott salakot nejlonzacskóba kell gyűjteni, mivel abban esetleg a tettes ruházatából, vagy a használt eszközből származó mikroméretű darabok találhatók, vagy éppen az elkövető ruhájából lehet majd ilyen salakmaradvány kimutatni. A páncélszekrény külső és belső lemeze közül a salakot körülbelül 5 cm-es vastagságban ugyancsak biztosítani kell. A helyiségben fellelhető egyéb mikroméretű anyagmaradványok gyűjtőzacskóval felszerelt hőporszívó segítségével biztosíthatók. Az így összegyűjtött anyagmaradványokat magában a zacskóban továbbítják a későbbi vizsgálatokra. A páncélszekrény hátsó lemezein talált eszköznyomokat eredetükben kell biztosítani. Ezért a bűnügyi technikus a nyomoktól megfelelő távolságban a kivágás helyét bejelöli. Hegesztőpisztolyt természetesen csak szakképzett személy használhat.